Sziasztok, köszöntelek benneteket csatornámon, én Karbi vagyok, és vágjunk újra bele a Kerbal Space programba, úgyhogy az előző részben úgy gondolom, hogy néhány küldetés nem pont úgy sikerült, ahogy szerettem volna, úgyhogy ezen most a mai részben változtatni fogunk, egész pontosan ugyanazokat a részeket, amiket akkor megpróbáltam, most újra megcsinálom, de jól. Úgyhogy be is töltjük gyorsan. Na, illetve lesz még ma kettő feladat. Az egyik, hogy a küldetés irányító egységet szeretném fejleszteni, hogy a repülés tervezés lehetségessé váljon. A másik, az pedig, vagy ez, azért, hogy kiléphessünk a kerbálkából a hajóból, és Eva jelentést tudjunk készíteni, akár kinn az űrbe, vagy akár bárhol. Tehát ez a kettő, ez a két olcsóbbik. 75 000 kis kerbál pénzecskébe kezd, most van 123 ezer, közel járunk hozzá, és van egy nagyobb feladat, ez pedig a hangárnak, rakéta összeszerelő hangárnak a fejlesztése, ugyanis jelen pillanatban a max egységünk 30. Ez azt jelenti, hogy 30 darab elemből állíthatunk össze egy űrhajót, ami hát valljuk be őszintén elég kevés. Ha fejlesztjük, akkor 255-re változik ez a szám, ami már szerintem sokkal élvezetesebbé teszi a játékot, úgyhogy nézzük is, hogy hol tartottunk az előző részben. Van még nekünk egy aktív küldetésünk, ez a Kirim. Na, ide szeretnénk eljutni, és ehhez fogunk építeni külön egy rakétát. Ugyanis az előző részben azt a hibát követtem el, hogy túlságosan nagy erővel akartam kilőni a rakétát az űrbe, és egyszerűen nem tudtam ráfordulni, úgyhogy ma ezt fogjuk elsősorban megépíteni. Ehhez fogunk hajót építeni. Űrhajót. Jó, nem kell hozzá sok minden, sokkal kevesebb is elég, mint azt tegnap, vagy illetve hát a múltkor részben, ami tegnap volt, gondoltam. Nem kell sok minden. Ugye nyilván fontos, hogy azért adatokat gyűjtsünk, mert abból lesz nekünk tudományos pontunk, úgyhogy ezeket azért nem szabad az űrhajóról semmiféleképpen lehagyni. Ilyeneket mindenféleképpen rakunk rá, és kettőt egyrészt, hogy szimmetrikus legyen, egyrészt, hogy kétszer tudjunk vele mérni, ugyanis külön mérnököt kéne ahhoz vinni, hogy begyűjtsük az adatokat, és újra mérhessünk. Úgyhogy most ezt a három műszert ide fölraktam, és nézzetek meg, ezzel már is 8 darab elemből áll az űrhajónk, és tulajdonképpen még semmi nincs. Csak egy kapszula és néhány műszer, úgyhogy ez nagyon-nagyon sovány lehetőség. Na hát üzemanyagból van nekünk ez a nagyobb, ez a 200-as, úgyhogy ilyenekből fogok rakni rá kicsit többet. Ugyanis ma úgy gondolom, hogy nem fogok több rakétát, hanem csak egy rakétával fogok kimenni, és majd meglátjátok, hogy miért, ugyanis ez irányított rakéta lesz. Na, de a visszatéréshez elképzelhető, hogy szükségünk lesz egy hőpajzsra. Nem, mert a küldetés az azt mondja, hogy 18,2 km-re megyünk, oda nem kell hőpajzs, ez tök fölösleges, ez csak súly. Ha ezt szaknám rá, az még 300 kg, ami teljesen fölösleges. Viszont, ami még hasznos lehet, az egy leválasztó. Ennek nincs nagy, hát azért ennek is van súly, ez 40 kg. Hatalmas súly, óriási tömeg. Oké, tehát a nagyobbikat fogjuk felrakni, a 200-asat, és ebből is fogunk rakni többet. Kicsit távolabb megyek, hogy jobban lássam, mit csinálok. De légy szíves, tedd rá, jó? Köszönöm. Úgy, hát ebből többet fogunk rakni. Ugye még nem mutatja meg nekünk az eredményt, ami nincs rajta hajtömű. Szerintem ennyi elég lesz. 1, 2, 3, 4, 5 darab 200-as, vagyis 1000-nyi üzemanyag. Meglátjuk. Nem kicsi, mert önmagában is. Most itt viszont tonnát azt tudnánk valahol nézni. De most nem akarok ezzel szarakodni, megkeressem, hogy hány tonnás jelleg az űrhajónk. Ennyibe kerül. Ez még nem drága. És most jön a csavar a múltkor részhez képest. Ugyanis van nekünk ez a LVT-45-ös, aminek, hát most nem tudom, hogy mutass, itt irányított tolóerő. Na, ez nagyon sokat számít, ha szeretnénk manőverezni. Ezt az irányított tolóerős hajtóművet fogom ide fölrakni. És ezen kívül nem rakunk plusz hajtóművet. 1, 2, 3, 4, 5. Nem biztos, hogy kivisz. Először 6-ot terveztem. Ez a 2-es tolóerő. Ez elvileg elég kell, hogy legyen. Meglátjuk. Ha nem elég, akkor teszek még rá egyet. Nem baj az, hogyha több kilövést csinál az ember. Tehát ilyen szilárd hajtóművet most nem teszek rá. Egyrészt nagyobb lesz a tömege, másrészt hirtelen túl nagy erőt. Még talán ez a picin gondolkodom, hogy ebből rakok kettőt, de nyugtával dicsérjem a napot, először csinálunk egy tesztet. Nem, leválasztom már, nem kell, oldalra nem kell semmi, igazából jaj, ha majdnem elfelejtettem a lényeget. Ugye nekünk irányítani kell, nagyon sokat kell nekünk módosítani azon a pályán, ahova megyünk. Nem csak így, hanem így is.
Tehát nekünk valahogy így kell menni, mintha repülnénk. És ezt egy ilyennel, hát nem olyan könnyű kivitelezni, úgyhogy rakunk rá bőségesen mindenhova. Hát egy ilyen kis érdekes kis külsőt adtunk neki. És a küldetésünk az, hogy elrepüljünk a Kirim Handsite közelébe, úgyhogy ez lesz a Kirim űrhajó. Ez lesz a mi kis Kirim űrhajónk, ezt el is mentem, és csináljunk egy próba repülést. Azt mondja, kilövésként tisztítsa meg, meg kell tisztítani, ami ott van. Jó, csináltam egy próba repülést, és azért tudom, hogy ezzel a hajtóművel kell megoldani ezt. Ez volt még a kilövőpályám. Jó, hát ilyen kis iciri-piciri kis űrhajónk van, nem kell megijedni tőle. Múltkor a részben azt a hibát követtem el, hogy hiába jelöltem ki, hogy nem jelenik meg. Látjátok? Nem jelenik meg. Ja, bocsánat, így. Nem jelenik meg ezen a navigációs felületen. Igen ám, de mi van akkor, hogyha ezt elforgatom? Hopp, ott már látszik. Na, hát igazából ezt kerestem én. És hogyha itt helyben, lent a földön elforgatom, sokkal könnyebb dolgom lesz nekem a jövőben. Nagyon-nagyon kevés tolóerőnk van, úgyhogy ez most csak egy teszt. Ugyanis megpróbáltam minimumra csökkenteni mint a költséget, mint pedig a súlyt. Hát lássuk, hogy ezzel a módszerrel kilövés, leválasztás, visszatérés. Sikerül-e? Én úgy gondoltam, hogy sokkal hamarabb el kell kezdjük a fordítást, a fordulást, mint azt egyébként tenném. Én ezt már ilyen 1,5-2 kilométer magasságban meg fogom tenni. Aztán kiderül, hogy jó lesz-e vagy sem. Hát látjátok, húzza hozzá a sárgát, ami azt jelenti, hogy arra fogunk menni. 5 kilométeren vagyunk, és közelítünk erőteljesen a cél felé. Sebességünk már egy kicsit talán sok is lesz, de addig nem merek visszavenni ebből a tolóerőből, amíg a sárga nem éri el a lilát. Ugye 18, ha jól emlékszem, 18 kilométer magasságig kell felmennünk. Ez így szerintem elérhető lesz. Ha a sárga belemegy oda, úgy, így már nekünk szerintem jó lesz. Kicsit följebb, viszont visszaveszek a tolóerőbe, mert túl nagy lesz a sebességünk. Már így is túl nagy a sebességünk, és mi mindig gyorsít, úgyhogy teljesen visszaveszem. Itt megnézem, hogy a pályánk közel van. Közel van, és remélem, hogy jó is lesz így, nem fog elmenni. Icipicit talán, mintha már-már visszább kéne menni. Viszont ahhoz meg el kell indítani újra a hajtóművet. Gyere vissza, mert el fogunk repülni. De bízunk benne, hogy sikerül. Úgy néz ki, hogy ezt egy kicsit túl lőttem, de még talán jó lehet. Hát ez már nem lesz jó. Na hát ennyire, de még itt nagyon hasznos. Kicsit ráközeltek, egész közel vagyunk hozzá, hogy még talán. Ugye már ez szerint jól elmentünk, de még lehet, hogy olyan közel leszünk, hogy engedélyezni fogja nekünk, hogy elvégezzük a feladatot. Nos, egy olyan probléma, hogy közben már lefelé jövünk. Ami nagy baj, mert na most vagyunk a közelében, úgyhogy elvileg megcsináljuk a reportot. Pacs. Jó, közelében vagyunk, viszont nem vagyunk 18,2 km-en. Na ez volt a teszt, kevés a tolóerőnk, úgyhogy fogok még hozzátenni még egy kicsi anyagot, és kicsit később fogunk repülni. Na, ez volt a teszt. De maga az elképzelés az ez. Ezen vonalon megyek tovább, annyi különbséggel, hogy még rakok rá egy kicsi üzemanyagot. Mert az nem lesz nekünk elég, hanem inkább menjünk magasabbra. Oké, és szerintem mentés és kilövés. Ennek most jónak kell lennie. Nagyon-nagyon bízok benne. Jó volt az, hogy időben fordultam. Csak már nem tudtam utána annyit korrigálni, mint kellett. Úgyhogy ezen kell most pöttyet módosítani. Mert nagyon sokat kell fordulni ahhoz képest, ahol vagyunk. Még lehetne azzal manipulálni, hogy egy picit várunk időben, hogy elforduljon a bolygó. Jó, mivel azon a sebességgel forog minden, nem nagyon lesz változás. Hát...
Most úgy néz ki, hogy egy kicsit talán jobban fölötte vagyunk, induljunk innen, meglátjuk. Jó, meglátjuk, hogy hát ha így jobb lesz a dolog. Oké, be van nekünk kapcsolva, a sas be van kapcsolva, vissza, tolajra maximum, hát már itt is látszik. Úgyhogy én most az egészet elforgatom, de a másik irányba. Akkor ennek bizony jónak kell lennie, és nem is teljesen tengelyre, hanem egy icipicit így alá. Na most nagyon foly a szél, ingezik az egész. Ingi-bingi kicsit, így nem igazán akar megállni. Induljunk el. Aztán lássuk a medvét. Egészségetekre, kicsi kávén még maradt. Most kicsit később fogok ráfordulni. És jobban odafigyelek a sebességre. Ugye több toló, hát több üzemanyagunk van. Jó, most csak itt kezdek el fordulni, viszont agresszívabban, mint az előbb. És egy kicsit alá megyek. Mint látjátok. Jó, meghagyom egyelőre ezt, hogy hadd menjünk magasabbra. Kicsit visszaveszek a tolóerőből. Egyrészt, hogy spóroljak, másrészt, hogy ne gyorsuljon annyira föl. Nem célom, hogy annyira nagyon fölgyorsuljon. Szépen így, így haladunk kifelé. Nem akarok nagyon gyorsan menni. Jó, sokkal finomabban lehet itt már, látjátok, milyen gyönyörűen lehet irányítani? 12 km fölött. És nincs akkora sebességünk, hogy szarrá égjen nekünk itt az űrhajónk. Lehet, hogy a 200 is egy kicsit sok lesz. Kapcsoljuk be itt a küldetést, hogy lássam. Nekünk ki kell menni 18 km magasságig. Na, jó lesz ez. Kicsit még mindig sok a tolóerő. Na most itt vagyunk 17 km magasan, most viszont teljesen ráállunk, ráfordulok. Nagyon-nagyon finoman kell. Állíthat, lehet rajta állítani a kitérési határral, hogy kis mozdulatra. Na, megvan a magasság. Most megnézzük, hogy hozzá képest hol vagyunk. Hát nem annyira nagyon jó, viszont jó lehet. Szerintem már nem megyünk többet. Leveszem a tolóerőt. Hát meg is történt, amitől féltem. Ahogy levettem a tolóerőt. Úgy néz ki, hogy csökken a magasságunk. Úgyhogy vissza kell kapcsolnom. És megpróbálni visszafordulni. Hát egy kicsit nagyobb tolóerővel. Picit nagyobb tolóerővel úgy látszik, hogy sikerülni fog. Picit nagyobb, sokkal nagyobb tolóerővel. Viszont nagyon nagy lesz a sebességünk. Nagyon leestünk. Hát csökken. Mondjuk lehetne ezzel majinálni. Túl nagy a sebesség itt már, az a baj. Nem fog tudni kimenni. Sőt, ha megnézitek, igazából már el is hagytuk. Újra. Újra tervezés. Tehát már rajta vagyok a pályán, de addigra elhagytam. Ez itt a baj. Hát túl messze vagyok, már nem tudom megcsinálni, és nem jutottam megint ki kellő magasságig. Semmi gond, de ez a hajó most már így jó lesz. Annyit fogok csinálni, hogy még kisebb sebességgel és még magasabbról fogok kanyarodni. Oké, és most már biztosabb benne, hogy sikerülni fog, úgyhogy kiteszem ide a szükséges információkat, hogy csak rányomjak. Bekapcsoljuk a sast, fölnyomjuk a tolóerőt, elfordulunk, már megint másik irányba akartam. Ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy nem tökéletesen rá, hanem így egy picit alá. Jó. Nyilván ezt szeretném látni, hogy hova menjünk. Így. Ezt bekapcsolom. És igazából fel is szállhatunk. Szerintem ki fogom vinni olyan 10 km környékére, ott teljesen le kéne állítani a tolóerőt és elfordulni. Sokkal könnyebb lesz. Hát egy elég ronda a körünk. Nekünk teljesen el kell fordulni erre. Teljesen. Nem akarom nagyon drasztikusan növelni a sebességet itt már, hanem csak szépen egy 10 km-nél drasztikusabban megindulok az új irányunkba.
lehet egy picit hintáztatni. Jó, és nem megyek jobban el, nehogy visszazuhanjunk. És megnézzük, hogy az új irányunk, hogy az előbb így volt, most még így van. Hogy közeledünk-e hozzá? Nagyon szépen közeledünk, vissza is veszek a tolóerőből, csak ilyenkor tud leesni, ez a bajom. Viszont nem akarok gyorsabban menni. Ez így nekünk tökéletes lesz. Mindjárt elérjük a 18200-at. Még egyelőre jók vagyunk. Hát nem emelkedik, ez már annyira nem jó. És átesett. Szóval én csak tolóerővel tudnám megoldani, hogy ne lefelé menjünk. Kicsit följebb húzom. Hú, nagy lesz a sebességünk, ez a baj. Elég közel megyünk hozzá, remélem jó lesz. Már elvileg beléptem, 18200-at még nem értük el, ez a legnagyobb bajom. Nagyon durva. Elvileg megcsináltam. Meg volt a magasság, meg van a pipa. Oké. Okay. Hát akkor én most az így leválasztom. És átfordulok, és nem fog szétégni az egész. Hát nem volt egy elegáns. Ezt azért lehetett volna sokkal szebben is. De a lényeg az, hogy működött. Jó? Tehát már megint az volt, hogy kezdtünk süllyedni, és akkor tolóerővel egy kicsit így vissza-vissza ügyeskedtem a megfelelő irányba. Most pont, hát most eltűnt, de most pont azon a... Most gondoltok bele, felszáll az űrhajó itt, és elindul jobbra. És nekünk meg ide kell jönni. Egy űrhajóval. Na mindegy. Lényeg az, hogy sikerült. És ez még egy könnyű küldetés volt. Úgyhogy szépen menjünk vissza. 21 kilométeren vagyunk. Úgy szépen süllyedjünk lefelé. Nyomhatjuk az időt. Időgyorsítást. Na, az vagy sötét van. De várjátok, be lehet kapcsolni, van ezen állítólag lámpa fénybe. Van a fénybe. Oké. Okay. Ez a hatalmas fény. Azért kell nekünk ejteni. A lényeg az, hogy megkaptuk a pipát, ami azt jelenti, hogy jó volt. Úgyhogy jöhet a következő küldetés. Egyelőre ugyanezzel az űrhajóval fogok megpróbálkozni. Meglátjuk, hogy mennyi pontot kapunk ezért most. Ugye semmilyen mérést nem végeztünk, mert nem volt rá idő. Csak az volt a lényeg, hogy odaérjünk, és pont azokkal a feltételekkel, amit elvárt tőlünk a játék. Vízszinten mérjük, és meg is érkeztünk lassítsbe, hogy nem szeretném, hogy ebből baj legyen. Ilyenkor azért még kiszoktam szállni, vagy megpróbálok még egy-egy mérést végezni. Hát, ha kapunk néhány kutatási pontot, egy egész keveset ad nekünk a játék. Kimegyünk egy EVA reportra. Erre már nem kapunk semmit, ezt nagyon sokszor elvégeztük. Beszállás, visszamegyünk és megnézzük az értékelést, hogy mit szólt hozzá a játék. Tűtik-e? Na hát 5,6 tudományos pontot, annak ellenére kaptunk, hogy nem az volt a célunk. 141 000, így a célunk teljesülni látszik. 58 hírnév. Nagyon szuper. Na most a kutatási tudnánk, és ez a repülés tervezés lehetségesé vált 75 000, én ezt meg kifejlesztem, marad 66. Ugye mondtam, hogy... Opa, nem akartam belépni. Ugye mondtam, hogy ez lesz a következő, amit nagyon szeretnék kifejleszteni, illetve a fő. Hogy ki tudjunk lépni, ez is 75 000, most annyink nincs. Úgyhogy fogadjunk el. Hát a küldetés elfogadva. A következő küldetés, ez a QW69 közelében. Ezt nekünk, aztán ki kell próbálni az újonnan megszerzett megfigyelés, juss el a kijelölt tesztközetbe, egy gyűjts néhány megfigyelő jelentést. Tehát itt nekünk 17 km magasra kell ezen menni, és szintén legénységi jelentést gyűjteni. Tehát ugyanolyan küldetés, mint az előző. Én úgy gondolom, hogy nyugodtan mehetünk ugyanazzal a rakétával. Én innen szeretek indulni. Itt azt mondom neki, hogy mehet kilövés. Fogunk csinálni egy mentést, csak azért,
hogy amit az előbb elértünk, az ne vesszen el. Tudom, hogy csinál egy automata mentést, de ugye van egy főmentés a játékon belül, és a főmentésen belül tudsz pici apró mentéseket csinálni. És azt mondja, hogy kis küldetések. Tehát ezek a pici küldetések, amiket csinálunk. Jó. Ugyanaz a feladat, viszont talán egy picit könnyebb lesz most ez. Ugyanis pont erre megyünk. Tehát nem kell akkora kitérés. Látjátok, már látszik is itt alul. Tehát igazándiból, ha ráfordulok, akkor nem is kell olyan nagyon eszeveszettő sokat fordítani rajta. Tolóerő, és csapassuk! Lehet, hogy kellett volna egy kicsit az időn pörgetni, hogy világos legyen, ne kelljen ilyen sötétben játszani. Kapcsoljuk be a fényeket, és akkor talán, úristen, hatalmas fény. Hatalmas fény. Küldetés, és a jelentéshez ide kipakoljuk. Na, szuper. Jók vagyunk, úgyhogy el is fordulok. Ja, nem, kicsit korán kezdtem a fordulást. Hát igazából mehetek. Mehetek akár most is. Úgy gondolom, hogy egy olyan 3-500 közötti sebesség az nekem jó lesz, egy picit vissza is veszem, mondjuk egy felére, és akkor elkezdek fordulni. Nehogy leessél, azért nyomatok még rá. Azt nem szeretném, hogy leessen. Szóval csak ki kell mennünk 17 km magasba. Ez elég fontos. Azért szép, szép az ég volt. És nem sokára jön a második része, KSP 2, de szép lesz. Ezek vissza a tolóerőből, mert aztán túl nagy lesz a sebességünk. Azt hittem könnyebb lesz, és esküszöm nehezebb. 16.900. Hát az, ahol már túl magasan vagyunk már most. De még nem... Óha! Nézzük csak meg. Úgy gondolom, hogy elég közel megyünk el hozzá, úgyhogy szerintem jó lesz ez így, hogyha megvárjuk. Ha nem esik le. Á, nagyon nem akar... Kicsit emelkedünk rajta, azért húzunk rajta. Akarom ugyanolyan csúnyán, mint az előbb, pedig az lesz. Nagyon magasan vagyunk. És nem baj, ha fölötte vagyunk, csak az lényeg, hogy ott legyünk. Ez elég fontos. Bem, jó. Ahogy lekapcsolom a hajtóművet, mondja, most az adja nekünk az irányt. Most vagy nagyon elmentünk. Elmentünk mellette? Nem, ott vagyunk, jó van. Kész, legénység jelentés meg volt, jó van. Hát nem volt szebb, mint az előző. De lényeg az, hogy sikerült. Ezek ilyen nagyon éppen, hogy csak sikerülő küldetések. Egy picit gyors volt nektek, és nem értettétek, hogy mit csinálok és miért, akkor nyugodtan tekerjetek vissza, mert igazából csak annyi történt, hogy figyeltem a magasságot, és figyeltem azt, és már itt nem látszik, hogy mennyire vagyunk közel, és itt kiírja, hogy Kirim közelében, vagy Q69 közelében. Tehát ha elég közel vagyunk, és akkor csináljuk a jelentést, és megvan az a feltétel, és akkor az úgy nekünk jó lesz. És így jó volt. Ja, megint mehet az időgyorsítás. Ezek egy kis pici küldetések, ezeket nagyon gyorsan így megcsinálom, aztán lesznek ezek után sokkal jobbak, meg lesz pénzünk ahhoz, hogy fejlesszük az egész űrbázist. Sokkal jobb lesz. Hát az utolsó példában nyitottam, már közebb besárgult. Na, ugye leérünk. Ez a szép lelassú. Fogunk majd olyat csinálni, hogy lábat rakunk rá, és hagyjuk rajta egy pici hajtóművet, egy pici kis üzemanyaggal, és szépen leszállunk. Sokkal nehezebb, mint így ejtőernyővel. Viszont sokkal látványosabb szerintem. Na, mindjárt el is érünk. Ugye most semmilyen adatot pluszban nem gyűjtöttünk, ezek csak ugye rajta vannak azért, hogy locs, ne kell mindig újraépíteni az egészet. Szerintem ennyi, mehetünk is vissza a központba, küldetés teljesítve. Remélem lesz olyan küldetés, az nehéz, azt nem próbáltam, hogy turistákat viszünk fel, az annyira menő, én is van szívesen kimennék, hát nem tudom hány millió vagy milliárd dollár. Tudom, és pontot nem kaptunk, pénzt kaptunk, 66 ezer volt, most 81 ezer, úgyhogy nagyon jól állunk. Így tudnánk fejleszteni ezt, és akkor kiléphetünk a hajóból. Ezt egyelőre nem fejlesztem ki, hanem megnézzük, hogy milyen küldetés van most.
Azt mondja, hogy hát ez pontosan ugyanaz, mint az előző kettő volt, és ez is pénzt ad, és kutatási pontot nem, viszont presztist ad. És nézzünk valami olyat. Na, ez már bonyolultabb. Itt a leválasztót kell nekünk tesztelni 54 és 60 km magasságban, úgyhogy a sebességünk 180 és 1500 méter per szekundum között legyen. Szerintem ez elég könnyen teljesíthető. Azért gondolom, mert nagyon nagy az a range, tehát amit engedélyez nekünk 180 és 1500 között, elég finoman lehet szabályozni, és igazából csak egy leoldót kell nekünk, a TD25 leválasztót kell teszteni, pont ezen a magasságon. Nagyon el se kell fordulni, szerintem ez egy tök fullos egy küldetés, ezt én most elvállaltam. Sugárhajtómű tesztelése, hát most egy repülőt nem építünk. Na, itt jönnek majd az érdekességek, amikor szintén hajtóművet fogunk tesztelni, ezt az RT-10-est. Vagy az LVT-45-öst, azt mondja, turisták itt vannak. Na, egy ilyet fogunk csinálni. Azt mondja, hogy Albdre Leon és Billió helyett bérelt egy útra. Tehát helyett bérelt egy útra, hogy megnézze a kilátást, a kerbálom. Hozz vissza egy darabban, és biztosíts remek szórakozást. Teljesíts minden turista úti tervét úgy, és jutasd vissza a biztonságban ide Kerbin, és szedd be az költségeket, vagy hát a pénzt. A szuborbitális pályára kell kivinni. Nem mondja meg konkrétan, hogy hova, csak szuborbitális pályára. Három jó embert. Ez is nagyon tetszik, ez a küldetés. Én ezt is elfogadom. Ezt a két küldetést meg kéne csinálni. Ez ugye nekünk legénységi kabin, vagy valami ilyesmivel módosítani kell az egész hajót. Jó, tehát először a leválasztót fogjuk. Ehhez nyilván új rakétát kell építeni. Ezek a legérdekesebb részek, amikor mindenhez új rakétát is kell építeni. Ja, közben most nézem, hogy egy kicsit arrébb is tehettem volna magam, mert akkor így jobban látjátok ezt. Remélem, hogy a kerbárkának az arca az nem voltam benne. Oké, és hát akkor építsünk egy újat. Nézzük közben a feladatot, a TD25-ös leválasztó kell. És ezt nekünk le kell választanunk 54 és 60 km. Ez annyi az egész, hogy ki kell menni 54 és 60 km közé, és ott leválasztani. Igazából ennyi. Tehát mondhatni azt, hogy viszont ilyen magasból én beteszek egy pajzsot, egy hőpajzsot. Jó, leszek egy hőpajzsot. És ott már fogunk, abban a magasságon már fogunk azért csinálni újabb mérési eredményeket. Na, itt a leválasztó. Melyikkel? 25-ös, igaz? TD25-ös, TD25-ös. Hát ez a rohadt nagy. What? Most ezzel meg mit csinálják, ezzel a gigantikus nagy leválasztóval? Nem lehet ezt kisebbre venni? Jó. Hát ezt valahogy kisebbre venni. Oké. Okay. Hát nem. Ez baj. Akkor ezt a küldetést nem csináljuk meg. Ezt a leválasztót nem tudom használni. Van nekünk valahogy ilyen, hogy hajótest, de szerintem nincs az kifejlesztve. Nézegettem már, hogy mi az. Csináljunk egy ilyet? Próbából? Csak érdekességként? Tök jól néz ki. Van, jól néz ki, hogy már ronda. De most igazából nem látom, mihez kapcsolódik. Hát basszus, ha ezt így engedni fogja nekünk repülni. Csináljunk egy mentést. Ha ezt engedi repülni és nem fog szétesni, nem hiszem el. Na, kíváncsi vagyok ez most, hogy... Szerintem nem lesz jó. Ez tényleg csak a próba és a szórakozás kedvéért csinálom. Viszont várok, hogy legyen kicsit világosabb. Vagy lehet, hogy inkább így kéne. Puty!
Föl, de nagyon este van. Jó, ez így nekünk tökéletes lesz. Hát igazából nincsen célunk, hogy hova menjünk ki. Az lényeg, hogy megfelelő magasságba. Az 54 és 60. Basszus, ez elindult. Én lepetézek, ha ez működik. Ez annyira durván néz ki. Ez hihetetlen. Mondjuk nekem tetszik. Remélem lesz elég tolóerő. Rakhatnom volna egy-két. Na, ehhez viszont jó lett volna a szilárd hajtóanyag. Ehhez viszont jó lett volna. Hát most nagyon rájelek elfordulni. Hát, azért az a plusz súly, amit rátettem, ok, még neki, de nem bír többet. De egy már 6 kilométeren vagyunk. A picit azért fordítom, hogy könnyebb dolga legyen talán. Hát, nem tudom. Azért kellem egy sebesség is a szökéshez. Bár nem akarok orbitálisra állni, feltétlenül. Na hát a sebességünk az megvan. Most már csak az 54 km magasat kell elérni, amihez kevés lesz a üzemanyagunk. Jó, tényleg ez csak egy poén volt, egy teszt. Mindjárt teszek rá egy-két szilárd hajtóművet, ami aztán rendesen meg fogja lökni itt a kezdetek kezdetén, és akkor azért jobb lesz. Mert ez ennyi volt. Tehát ezzel 20 km magasig jutottunk ki körülbelül. Most igazából le kéne dobni ezt a súlyt, csak... Kimegy ez? Nem fog kimenni. Kizárdalok, hogy 54 km-ig elmenjen. Most begyorsítom, csak szórakozásból. Még megy. Á, nem sokáig mindjárt megáll. Jó, ennyi volt. Oké, hát ez csak ilyen poén volt. Oké, és akkor erre rakunk kis szilárd hajtóművet. Ezek a kicsit komolyabbakat a hámereket. Kérdés az, hogy belefér a 30-ba. Ha mondjuk ezeket leszedem, akkor be. Teszünk oldalsó csatit neki. Hogy kettő legyen. És erre tesszük föl. Kell az izmosabbik. Még az előbb is majdnem kijutott. Kell az izmosabbik, hadd menjen. Jó, hát az orkuppal az még mindig belefér. Ugye azért vettem, legyen orkupunk is. Édes Istenem, hogy néz ez ki? Jaj, de jó. Jó, és akkor ez meg a TD-25 leválasztó űrhajó. Vagy csak TD-25-ös űrhajó. Akár az is lehetne. Most csinálunk egy olyat, hogy két leválasztást csinálok. Ugyanis szeretném ezt már, ha már nem kell eldobni. Tehát a leválasztó alá teszek egy leválasztót. Igen. Egy. Oké, és akkor most nézzük át, hogy ez beindul, utána leválasztódik, utána kéne egyből indulni a hajtóműnek. Jó, följebb kéne lenni. Tehát akkor hajtómű, leválasztás, indulhat egyből a hajtómű. Leválasztom az egészet, és utána ezt leválasztom, majd a legfőt is leválasztom. Atya, úristen! Ez mennyire durva már. Ez annyira tetszik. Ez a jó játékban, hogy szabadon a fantáziát röpködhet. Ez megint este lett? Ne szívassál már. Hát ez nem igaz, hogy mindig este van. Nem, visszatekertük egyébként az időt is, tehát visszatöltötte azt az állapotot. Jó, egy ilyen reggeli hajna, jaj, de jól elkaptam. Nagyon szuper lett. Oké, és sas, tolóerő maximumra. Még egyszer átnézzük, ez nagyon fontos. Hogy a sorrend az jó legyen, azonnal beindul. Azt le tudom választani, és ahol megfelelő magasságon ezt, és utána pedig, ahogy már nem kell. Hát, akkor, srácok, padlógáz. Ez aztán meglökte, assza!
Oké. Hát ezzel nem lesz gond kimenni. Ez azért így ütős. Megérte rárakni. Meg lesz elegendő pénzünk, fejlesztjük, és akkor szuper lesz. Hát 4 km már is kezdem egy kicsit forgatni. Gyini. Mehetünk kifelé. Hát nem nagyon érdemes jobban szerintem megdönteni. Fölösleges. Ez simán ki kell, hogy vigye nekünk 54 kilométerig. Ha nem, akkor teszek még rehajtóművet. Bár elvileg nem, mert 30-at elértük. 29 volt, azt hiszem. Az abban, hogy mindent beleszámol, még ezeket a műszereket is. Mondjuk itt is tudok elvileg mérni. Nem tudom, van értelme. Nem, nincs. Igazából nincs túl sok értelme. Á, nulla pontot kapunk, nem ér semmit. Fele megvan, és már 18-on vagyunk, úgyhogy ennyi. Meg még sebességünk is folyamatosan nől. Mindjárt ritkább légkörbe érünk. Úgyhogy igazából nagyon-nagyon könnyű dolgunk van, már csak az 54-et kell elérni. Sebességünk megvan hozzá. És a következőben pedig elviszük a turistákat. Három turistát kell fölvenni. Most nem tudom, hogy ezek most ugye nincsenek velünk, nyilván, mert nincs helyük. 30-32. Hát nem kellett volna ennyire meredeken szállni. Akkor könnyebben elértem volna, de mindegy, egy kicsit módosítunk rajta, így. Már mindjárt meg is van az adott magasság. 54 és 60 ezer között. Ennyi. Kész. Tehát ezt csináljuk. Dobha. Basszus! Eldobta azt is, amit nem akartam. Ezt elcsesztem. Pedig maga a repülés az tökéletes volt, csak a rendezés. Indulás előtt ne felejtsétek el mindig átnézni a sorrendet, nehogy egyszerre bontsa. Mert akkor így jártok. Külön kell bontani. Na ez volt itt most az óriási hiba. Ugye ez miatt most újra kell indulni. Ezen múlott. Sajnos most. És nem is pörgettem el az időt, hogy nappal legyen. Nyan imboly. Áthelyeztem magam. Tehát veszek vissza a játék hangerejéből, mert nekem egy csöppet hangos. Leválasztjuk, és mehetünk tovább. Majd fogok rárakni lámpákat, hogy jobban nézzen ki egy ilyen esti repülésre, ha elmegyünk, akkor jobban nézzen ki. Diszkófényeket fogunk menni. Duc. Kicsit azért, hát mondjuk igazából, ja, mindegy, így fogunk kirepülni. Kicsit adok neki dőlésszöget, így vagyunk. Csak ugye így jobban látjátok. És nehogy nekem bepörögje, mert akkor inkább nem forgatom el. Wow. Nagyon látványos. Nagyon látványos. Hello. Kimegyünk ma jó magasra, olyan magasan még nem végeztünk semmilyen mérést, úgyhogy meg fogja érni. Kapcsoljuk be a lámpát. Csak lássunk valamit. Most akkor jó a leválasztás. Leválasztuk a picit, aztán leválasztuk a nagyot. Szóval nem kell nagyobb sebesség már. Van még üzemanyag, hadd szóljon. Na, így lehet például beállítani arra a sebességre, amire mi akarjuk, hogy visszavettem. Na hát meg is van a magasság. Puty, le is választottam. Oké, csak ajtom, mert nem állítottam le. Ha mindegy, a lényeg az, hogy a küldetés megvan. Csak azban nem távolodtunk el tőle. Majd elfog idővel. Jó. Elfordulok, aztán el fog menni. Így szépen. Jaj.
nagyon rajtunk van. Kíváncsi leszek, ebből mi lesz. Oké, elment, jó van, ez a lényeg. Hát kint vagyunk orbiton, 160 km magasan, úgyhogy végezzünk méréseket, ezért jó pontokat fogunk kapni. Pff, az túlzás. Na, ezért 8-at kapunk, ez tök jó. Ezért meg semmit. Jaj, mit nem mértünk? Mégis mindent mértünk. Ezt is le kéne választani, nem? Gondolod? Ez se kell nekünk. Jézusom, mennyi űrszemetet itt hagyunk. Bocsánat, srácok, itt a következőknek mondom, akik majd utánam jönnek. Mennyi űrszemetet itt hagytam? Na, gyorsítsuk meg egy kicsit. Hop, 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 annyira ne. Na nézzük, hogy mit értünk el. Jó, hát látjuk, hogy nincsen periapszisunk, csak apoapszisunk, tehát vissza fogunk esni az orbitális pályára. Aj, annyira sötét a kép, nem baj, így jó lesz. Egy kicsit gyorsítunk rajta. Mert beérünk a légkörbe, akkor elkezd izzani, akkor majd látványos lesz. Küldetés teljesítve, aztán hozzuk a legénységet. Hát ezzel még gyorsítani egy kicsit. Haha, de boldog, Valenker bárkánk, de boldog. Annak annyira mondjuk nem örülnék, hogy leég. De mondjuk elvégeztük a... Nem kéne, hogy leégjem. Mert a hőpajzsok meg kell védjék. Nagyon durva volt a belsési szög. Nagyon durva volt. Remélem, hogy le fogja lassítani annyira, hogy kinyissam az ernyőt, különben buktok. Ugye 200 körül, oké, itt már nyitható, jó van, itt már nyitható. Hú, hát egy picit azért úgy megijedtem egy pöttyet. Egy itt picit megijedtem. Hú, lesz az egy teljesen jó. Ugye leérünk. Most nem tudom, hogy víz fölött vagyunk-e. Hát a víz fölött vagyunk, szerencsére, jó van, víz fölött nyírjuk. Visszaértünk, szuper! Egész sok pontot szerintem szerezünk ezzel. Itt viszont nem. Ez a 4 tudományos, vagy 0,4 tudományos pont, ez fantasztikus. Jó van. Na, küldetés teljesítve. Jöhetnek a turisták, kérem szépen. Mehetünk vissza. Jöhetnek a turisták. Ez egy érdekes küldetés lesz. Meglátjuk, milyen kabinba tudjuk őket elhelyezni. Na. Oké, 10 pontot kaptunk. Hát, egy picit több is jöhetett volna mondjuk. Viszont pénzt az egész jól kaptunk. Plusz a tőke visszanyerés. És hírnév 63, az tök jó, az nagyon szuper. Most van 96 ezerünk, úgyhogy elvileg az űrhajó, ezt tudnám, és akkor innentől kezdve kiléphetek. Én ezt bevállalom. Ugyanis 21 ezerből tudti, hogy át fogom tudni alakítani az űrhajót. Na nézzük, milyen legénységi kabinok vannak. Ha nincs, akkor valamit ki kell fejlesztenünk. Na hajtómű, vezérlő, szerkezet, csatoló, raktér. Hát raktárunk van. Raktár jó ezt a turistáknak? Hát semmink nincs, ahova tudnánk őket elhelyezni. Ez baj. Na nem baj. Nézzük a kutatások között, hogy mit kell kikutatni. Mit kell kikutatni ehhez a feladathoz. Na, itt kapunk üzemanyagot és csillagágyút. Oké. Ez lesz az, amit tegnap mondott az egyik srác. Szerintem ez lesz az, amivel azt a feladatot el lehet végezni. Azt mondja, itt géptörzs, legénységi kabin. Hát ezt kell kifejleszteni. Ezzel kapunk merevítőcsövet, egy TD-25-ös leválasztót, géptörzset, így zászló, másik fajta illesztőt. Kormányzati nyomás és többer vezette a Rokkomaxot arra, hogy végül készítsen egy illesztőt, amely összekötő a saját alkatrészt a versenytársaságban. Jaj, ez amikor van már egy űrállomásunk és kirepülünk, vagy egy másik űrhajóhoz hozzá akarunk, illetve lábakat tudunk. Ez 45 pont, és nem igazán ezt szeretném én kifejleszteni, most megmondom őszintén. Jobban kellene nekem az energia. Ez micsoda? Mérnöki csoport! SC9001, így élvonalbeli öntartó laboratórium. Eltűnődté már azon, mi történik a tárgyakkal 0G-nél? Vagy látogathattad már az igazi lényeges kérdéseket?
Latolgattad, bocsánat. Latolgattad már, és ez és mi egymás történik, ha kiteszem ezt a szigorú csillagközi sugárzásnak, vagy a kíméletlen vákumnak. Egy hízelgő író tömb is jár hozzá, 4-8 éveseknek ajánlott. A benne lévő kis alkatrészek miatt nem való kisgyerekeknek. Ez tök jó, 4-8 éveseknek való, de kisgyerekeknek nem ajánlott. Tároló egység. Ezt jobban szerettem volna, viszont ugye 73-ból és a turisták miatt kénytelen vagyok ezt kifejleszteni. Viszont mielőtt ezt meglépem, csinálok egy mentést. Turizmus. És elképzelhető, hogy nem fog sikerülni megépítődni, úgyhogy nem mindegy, hogy mire költöm a pontot. Mert most ugye elköltöm arra, és valamiért nem lehet megépíteni, akkor bajba leszek. Visszatöltöm, és akkor nem foglalkozom turizmussal. Kutatás. Ja, ezt most elfogadom. 28. Annyi pontot kell szerezzünk, hogy ezt ki tudjam fejleszteni, ez nagyon kell. Jó, tehát ezzel a küldetéssel annyi pontot kell szerezzünk. Ez annyi, mint kb. 20 kutatási pont. Várjatok csak. Melyik volt az, ahol ki tudok lépni? Ez már ki van fejlesztve, ki le... Jó, akkor ezzel meg lesz. Most már ki tudok lépni, akkor ezzel meg lesz. Hát ugyanezt az űrhajót fogom használni. Hát nyilván ezt a leválasztó rengeteget innen leválasztom. Ugyanis ez a teszt miatt kellett. Hát az egész butasságot leszedjük. Hát a pajzsunk az nem biztos, hogy kell ennyi. Sokkal kisebb is elég lesz. Ugye ez a súlyt nyerek. Mindegy, így is jó. És akkor valahol a fenéket, majdnem ledobtam őket. Ezt ide kell a kabint berakni. Majdnem elküldtem őket melegebb éghajlatra. Na, hol jelent meg, kíváncsi, hogy a géptörzs? Raktár. Hát energia még nincs. Na, ide tudok egy legénységi kabint. És akkor ezt a legénységi kabint most rá kell jönni, hogy hogyan tudom feltölteni. Oj, de menő, hogy világít. Hát ez nagyon tetszik. Na, és akkor ide tesszük ezt a pajzsot, ide pedig a leválasztót, és erre megy rá nekünk. Na, mindjárt akkor... Hoppá, kettő. Ez nem lesz elég. Nem lesz elég, mi hármat viszünk föl. Úgyhogy kell még egy kabin. Nem lesz elég, mert három turistát viszünk föl. Hűha. Ez azért elég érdekes lett így, túl nagy. Ez így túl nagy lesz. Ide nem fér még be valaki? Nem. Ez egy személyes, sajnos. Jó, van, akkor így marad. Figyelj, egy próbát. Egy próbát ez így megér. Elvileg föl kell, hogy juttassa őket, hisz gond nélkül feljuttatta. Tegyünk azért rá valami kis logót is. Ez nagyobbat, na mindegy. Szerintem a súly miatt tegyünk még rá fékező ernyőt. Hups, elértük a korlátot. Ez baj, akkor le kell szedni a... ezt. Jó, így megvan a 30. Hát ezzel kell most kijutni. Jó, azt mondja, hogy... turista, ha jó, nevet kapta. Kap egy mentést, és most ezt be kéne pakolni az embereket, de hogyan? Most automatikusan beülnek, vagy nekem kell őket becsücsültetni? Ugye meglátjuk. Nem ide akartam jönni, hanem ide akartam a központba. Űrhajós épület, repülő, szerintem ez az űrhajós épület. Mérnök tudós, ezek nem azok. Hol van a turista? Ez a turista. De itt sokkal többen vannak. Nem, ezek a turisták. Aha, oké. Jó, világos. Most ezt hogy lehet beültetni az űrhajóba? Menjünk csak vissza. Kilövőállás, kutatás, küldetés, irányítás, repülőgép hangár, igazgatási épület? Nem, ezekkel is majd fogunk foglalkozni. Egyre nem tudom ez pontosan, hogy működik, ennek utána kell nézni. Ezek sokat számíthatnak ám, hogyha itt kiválasztok valamit. Ezeket majd átnézzük, de nem ma. Hol tudok itt, szerintem a kill, ki itt, nem.
Nem. Nim. De vissza szeretnék menni. Halló. Oké. Hol tudom én? Kutatás és fejlesztés. Küldetések irányítása. Űrhajós épület. Igazgatási épület. Hát nem értem. Kilövőállás. Á, megtaláltam. Oké, kell nekünk a turistahajó, és teszünk bele turistákat. Egy turista, két turista, három turista. Még valakit elvihetnénk magunkkal, mondjuk egy tudóst, vagy egy mérnököt. Vigyünk egy tudóst. Vigyünk egy tudóst. Ezekkel is csinálunk majd reportok, ez is plusz pont. Nem a rendelkezési leírása ez a hajó, az nem probléma. Jó, szerintem jármű kilövése. Ó, jaj. Nem támogatja ezt 18 tonna. Na várjunk, csak nem lehet kilőni. Jó, mi lenne, ha ezt fejleszteném? 50 ezer, hát 21 ezerben nem fogom fejleszteni. Kéne pénz. Vagy valahogy a súlyát csökkenteni. Nem kellett sok, 800 kilóval kéne csökkenteni, csupán csak. Csupán csak, kupán csap. 18,8 ezer tonna volt, nem kell nagyon drasztikusan csökkenteni. Igazából ez már így is minimálra van véve. Mekkora súlya van egy ilyennek? 1,1 tonna. Hát ha egyel kevesebb ilyen üzemanyag tartály lenne, az már elég lenne. Úgyhogy elvileg ez lehet egy megoldás. Aztán, hogy ez megoldás-e? Az más kérdés. Na lássuk. És akkor ebből a pénzből már, amit a turistáktól kapunk, meg ezért a küldetésért kapunk, akkor ezek szerint a kilövő állást kell fejlesztenünk, mert elértük a súlyhatárt. Jó, nézzük át, elindul, beindul, leválaszt, le tudom választani utána. Na azt a leválasztást soha nem szabad menjünk, mert akkor vége van, a turisták ott maradnak. Úgyhogy visszamegyek egy picit még. Egy leválasztó rajta maradt véletlenül, aminek nem szabad rajta lennie ennek. Nehogy véletlenül leválasszam a turistákat. Most ugye ez alatt nincsen nekünk, jó. Itt van. Most azt néztem meg, hogy... engedje, hogy itt van nekünk a pajzsunk. Ez nagyon fontos. Viszont a súly miatt... elég lesz így is a súly. Elég kell lenni. Jó lesz. Na lőjük már ki, mert nem kíváncsi vagyok erre. Hogy mi újság. Tőtikézik. Ja. Tehát beindul, leválaszt, és azt leválaszt, és utána már fölötte nem választunk le semmit, ez nagyon-nagyon fontos. Sas bekapcsó, padlógáz, kiteszem a küldetést, hogy lássam. Annyi az egész, hogy orbitális pályára kell állni, hát ez nem egy nagy dolog, padlógáz. Nyomjuk neki. Tök jól néz ki. Na, így viszont már tetszik a világit. Mi? Napkeltéig, időgyorsítás. Ne, nem időt gyorsítunk most. Finoman elkezdem, bár ezek ugye nem olyan hajtóművek, ennél a hajtóműnél lehet egy kicsit. Le lett innen szedve most talán szárny azért? Igazán akar fordulni. Hát pedig nekünk kéne. Á, fordul, csak rosszokban néztem, bocsánat. Jó lesz ez. Nagyon azért óvatosan. 18 alatt óvatosan. Meg kell hagyni üzemanyagot is, hogy visszajöjjünk. Nem tudom mennyi a szökési sebesség, de ennyi elég. Ezt tuti. Jó, 20-nál meg lehet dönteni teljesen. Lehet, nem lehet különösebben belőle gond. Olyan könnyű azért ezt megtartani. Jó, hogy nekem elégjenek az utasok, a turisták. Nem kell nagyobb sebesség. Így szépen kimegyünk. Ú, de kevés üzemanyag maradt. Hát akkor nem biztos, hogy jók leszünk, de nem ám. De nem ám,
Ez nagy baj. Előbb kellett volna elfordulni. Előbb kellett volna elfordulni, így már nem biztos, hogy sikerül. De minimálisan nő az apoapszisunk. Kevés üzemanyag is. Előbb kellett volna elfordulni, hát nem baj. Kétszer visszük fel őket. Sokkal előbb el kellett volna fordulni 90 fokba. Az a baj, ha nagyon elfogyasztom, akkor meg az lesz, hogy nem tudok visszatérni. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. De nem vagyok nagyobb sebességet, nem fogunk kiszakadni. Hát túléptük az apoapsziszt, az baj. Lezuhanjunk. Jó, hát ezt újra. Ezt újra tervezzük, mert elfogyott üzemanyag. És szuborbitális repülés. Várj, az orbitális alatti repülés? Olvastam, hogy szuborbitális. Jaj, figyelmetlenség. Nem kellett volna ilyen magasra följönni. Fölhozzuk őket még egyszer. Ezeket a tudományos pontokat be akarom gyűjteni, már egyszer orbitálisra jöttem. Mielőtt visszamegyek. Van való nekünk itt még egy hőmérő. És kijövünk-e? Várom, mert most már ugye kijöhetünk, hisz fejlesztettük. Össze kell állnunk így szépen. Rossz szögből nézem, így. Hát ez nem biztos, hogy jó lesz így. Elég az egész. Ugye a formája most nem olyan, mint amilyen nekünk jó lenne, és ez miatt nem áll be olyanra. Iket pörög. Hagyjad már. Hát ezt itt megfogni. Ezt én nem tudom így megfogni. Hát az biztos, hogy van egy élmény nekik, de ezt nem fogom túlélni így. Nem biztos, hogy meg tudom fogni. Ugye a hőpajzs alul van. Azon ügyködök, hogy a hőpajzs felé forduljak, de... Hát egyelőre nem túl sok sikerrel, ugyanis nem olyan a formánk a turisták miatt. De itt jön ebbe az, hogy nagyobb hőpajzs kéne. Nem tudok már ráfordítani. Hát mindegy, végig is lelassultunk. Úgyhogy elvileg még túlélhetjük. Még sokat kell lassulni nagyon. Nagyon sokat kéne lassuljunk, hogy ki tudjam nyitni az ernyőt. Gyerünk, menni fog! Na, melyik vagy el előbb, a sebességünk vagy a magasságunk? A sárga lesz, azonnal nyitok. Két kilométer. Gyerünk, meg lesz az, gyerünk! Most. Fogd meg, fogd meg, fogd meg! Fogd meg! Ez rengeteg pont ám nekünk most. Ugye nem sikerült a küldetés, de nincsen gond, mert rengeteg kutatási pontot gyűjtöttünk be. Úgyhogy ez most mi volt? Ne szórakozz, gyönyörűen leértünk. Gyűjtsünk még kutatási pontokat. Ez a másikból tudok akkor innen.
Annyi kutatási pontot, amennyit csak lehet, be kell gyűjteni. Nem tudom, ez a robbanás mi volt, csinált már ilyet, nem kell vele törődni. Oké. De azért akkor szálltam ki Evára, amikor zuhantunk vissza, azért az úgy ütős volt. Azért az úgy ütős volt. Hello. Hol vannak az utasok? Nem raktam be az utasokat? Oké. Nem raktam be az utasokat. Na nem baj, repülünk még egyet. Rengeteg tudományos pontot gyűjtöttünk, hogy ez nekünk megérte ez a repülés. Úgyhogy jó lesz ez így. Valahogy, nem tudom, pedig úgy emlékszem, beültettem őket. De mindegy. Lehet, hogy a kilőállásnak kell beültetni, és ugye visszamentem átépíteni. 45 tudományos pont, ez az. 13 ezer tőke. 13 ezer? Hát ez valami sok. 13 ezer. Az nem valami sok. Áj. Turizmus 2. Azt hittem sokkal több pénzünk lesz. Na mindegy, kutatási pontot sokat gyűjtöttünk, úgyhogy lehet érdemes lenne kifejleszteni itt valamit. Mi is volt az, ami nagyon fontos volt, hogy legyen energiánk, ezt akartam. Mindenféleképpen ez 45 pont. Jó, foglalkozunk most ezzel a turizmus kérdéssel. Ugye kivettünk bele egyet, és utána a kilőálláson nem raktam bele, szerintem az lesz itt a gond. Nem engedhetem meg magamnak, hogy elindítsam ezt a járművet. Nincs pénzem. Többbe kerül a kilövés. Az baj. Na ezt mondtam. Nagyon könnyű elrontani a játékot, még akkor is, hogyha sikerrel jársz. Miért csak 13 ezeren van? Egy aktív küldetésem van. Kiválaszthatok egy küldetést, amiért kapok jó sok pénzt. Aztán, most ezért például kapok 16 ezeret, amelyik egy ilyet kiválasztok, ezért kapok 16 ezer nyomot előleget, 24 ezeret, aztán legfeljebb visszaadom, amikor már lesz pénzem. Most az a baj, hogy ez mi például? Tényleg 12, leválasztó tesztelése. Megcsináltam ezt is, mert itt nincs tényleg 12 leválasztó. Ezt elvállalom, két okból. Egyrészt nincs semmi speciális feladat, egyszerűen bárhol leválaszthatom. Szökési pálya. Tehát szökési, tehát akkor ki kell menni orbitra. Gondolom én. Menjük még ez a TD-12-es, de kimentettem előtte, úgyhogy ezt elvállom, ebből lett elég pénzünk. És menjük, hogyha ráteszem, nem tudom melyik ez a TD-12-es leválasztó. Most ne szórakozzál, hogy én azokat használom. Kifejezetten azokat használom. Nekem azok vannak rajta. Nem, ez a hőpajzs. Akkor hol van a leválasztó? Itt. Ez az. Jó, akkor tök jó. Pont ezt használom. Hogy állunk? 28. Kettő darab valamit rakhatnék még rá. Mit rakjak még rá? Nagyon instabil volt a visszaérkezés. Lehet, hogy érdemes lenne rárakni szárnyakat, kettő darab szárnyat. Hát ezzel elrontom. De lehet, hogy jobban lehet majd irányítani. Kettő darab szárny az a baj, nem biztos, hogy jó. Mert igazából az ilyen repülésre való. Hát... rakjak rá. Nem rakok rá. Előbb is vissza tudtunk jönni. Éppen úgy. Rakok rá. Rakok rá, aztán meglátjuk. Biztos, hogy a szárny a hátránya nem lesz a dolognak szerintem. Most ne felejtsem el a turistákat berakni. Most hogy tudom így berakni a turistákat? Akkor azt még kintről tudom intézni, mielőtt kivisszük az űrhajót. Tudom.
ez az. Turista hajó. Vár, kettő van. Két teljesen egyforma. Jó, mindegy, akkor kettő van. És akkor most be kell rakni a turistákat. Egy turista, két turista, három turista, és viszek magammal egy tudóst. Ugye az előbb is így akartam. Jó, és akkor mehet a jármű kilövése. Azért megnézem, hogy bennem neke. Mert ami ki volt víve, az ezek szerint két kimentett hajó van, talán ez fura, mindegy. Ott vannak a tudósok, hát sziasztok! Vagyis akkor van a turisták. Ott vannak a turisták, sziasztok, meg a tudós meleg, jól van. Hát érezzétek nagyon jó magatokat, öveket becsatolni, kilövésre felkészülni. Felkészültetek? 3, 2, 1. Szuborbitális pályára megyünk, nem megyünk nagyon magasra. Nem csináljuk meg ezt. Nem csináljuk meg ezt, mert szökési pályára kéne menni. Úgyhogy csak annyit csinálunk, hogy szuborbitális pályára megyünk, aztán visszajönk, visszahozzuk őket. Ez a cél. Kicsit fordulok. Tíznél azért már lehet fordulni. Jó lesz ez szerintem így. Hát sokat nem látunk sajnos, megint este van. Még elfelejtettem elpörgetni az időt. De ennyire azért ne pörögjél el, mert nem fogunk kimenni. Meg azért ez is elfogy. Jó lesz ez nekünk így. Na gyerünk, gyerünk még egy kicsit akkor följebb. Nagyon elfordult az a baj. Nem lesz meg a szökési sebességünk. Hát ezt nem hiszem el. Vagy hát a magasságunk, bocsánat, a magasságunk lesz. A sebesség az még... Meg lehet, de magasságunktól félek. 18 km mindenféleképpen el kell érni. Jó, így most már jó. Így már nem lesz gond. Szuper, na nézzük, hova érkezünk. Tehát egy kicsit még jobban inkább el kéne így dönteni 90 fokra. Kicsit nőjön ez az ív. Elég alacsonyan vagyunk, hogy őszinte legyek. Na jó, nem kell nagyobb sebesség, jöjjünk vissza. Az a cél, hogy épségbe visszaérjünk. A legfontosabb, hogy visszaérjünk. Kicsit nagy a sebességünk szerintem. Megpróbálok emelni rajta. Hát nem tudok, inkább csak rontottam az állapoton. Na jó, azt leválasztom, nagy gond legyen belőle. Ezt le kell lassítani és leszállni szépen. Kicsit úgy érzem, hogy gyorsan megyünk, de szerintem nem lesz ebben nagyobb gond. Amíg 13 km magasságunk is, az elég jól tartja. Ez a plusz szárny. Hol a plusz szárny? Ja, ez a plusz szárny, bocsánat. Mindig 10 km magasan vagyunk, és szépen lassú, úgyhogy nem lesz ezzel gond, gyönyörűen megfogjuk. Na, hogy tetszett, kedves turisták? Remélem, hogy tetszett az utazás. Mindjárt visszaérkezünk, és akkor nem lehet megnézni őket itt bennem. Kár. Kéne még lassulni. Kéne egy kicsit lassulni.
Addig, amíg nem érjük el a 300-at, addig nem tudom kinyitni a lejtőernyőt, de most már közel vagyunk, jó van. Oké, mindjárt nyitom is. Egy kicsit árok, és már lejtőernyőt ki is nyitottam. Na hát, sikeres volt szerintem ez a kis turista küldetés. Nem lesz ezzel gond. Jó lenne visszapördülne, bár mondjuk ráér visszapördülni, elég magasan vagyunk. Kicsit meg is gyorsítom a dolgot, hogy haladjunk. Lassít, 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 lassít szépen. Nem jó, az nagyon sárga. Mit csinálsz? Na, ezért kell visszalassítani, mert ilyeneket csinál. Lehet, hogy nem hátott volna még egyet rárakni, nem fogja lassítani. 500 méter. Jó lesz az. 20, 19, 14, 11, 10. Ez nem lesz elég, nem lesz elég, nem lesz elég. Aggódom. Még egy ernyőt kellett volna rakni, túl nagyos, hogy annyira boldogok, mindjárt itthon vagyunk. Hát ez lehet, hogy dur lesz. Ettől én félek. Hát 10 méter per szekund. Azt is kellett volna még nagyobb ernyőt rakni rá. Hát meglátjuk. Mindegy, is finoman engedem lefelé, aztán meglátjuk, hogy túlélik el. 10 méter per szekundom alatt kell lenni, az lenne a lényeg. Ez hogy 10,6, hát meglátjuk. Meglátjuk, túlélik el. 10 egész... Aj, szuper! Viszont kiküldjük egy reportra, hát ha... És ez a víz alatt van? Nem. Jó, ez már nem tudunk kapni érte. Oké, visszaérkeztünk. Valamiért viszont nem írja, hogy sikerült szuborbitális pályára, pedig kimentünk. Vagy nem ez a szuborbitális pálya? Szub, azt jelenti valami alatt. Hogy ez még nem volt szuborbitális pálya. Hát nem tudom. Mindegy, pénzt kaptunk, 29 ezer. Nem tudom, hogy most sikerült, hogy gyorsan megnézem. Hát nem sikerült. Befejezetlen. Na, akkor vassuk el még egyszer. Mi a feladat? Rendkívüli esemény miatt a kénytelen voltunk külső segítséget kérni, néhány fejlettebb elméletünk kipróbálása több törmelékre van szükségünk alacsony orbitális pályán. Jó, jobban ki kellett volna menni magasabbra. Na jó, van, innen fogjuk folytatni a következő részt. Van egy pici pénzünk. Jobban ki kell menni. Jó, tehát annyi volt a lényeg, hogy nem mentem ki elég magasra, azt hittem, hogy ez a szuborbitális pálya, ami már közel van az orbitálishoz. Semmi gond, következő részben innen fogjuk folytatni. Remélem, srácok, hogy tetszett azért ez a kis hiánypótló rész. Az előzőben úgy gondolom, hogy nem sikerültek jól a küldetések, úgyhogy ezért most kicsit jobban rámentem ezekre a küldetésekre. Úgyhogy most ezeket csináltuk. Csinálok egy mentést, kilépünk, és innen fogjuk folytatni a következő részben. Ha tetszett, akkor like, iratkozzatok fel a csatornára, és várunk benneteket hatalmas szeretettel a Discord szerverünkön. Találkozunk legközelebb. Addig jók legyetek, sziasztok!